Azért találtunk az új autón is hibát. Az egyik a jobb elől, ha nagyobb bukkanóba bemegyünk, akkor valami koppanik, valami szilent lesz ott. Nagyjából ez a probléma, illetve találtam még pár helyen rozsdásodást. Egyik sem életveszélyes, de azért foglalkozni kell velük, legalább olyan szinten, hogy lekezelni, lefújni valamivel. De hisz ez ócska fas! Ez a legzavaróbb probléma jelenleg. Mutatom, miről van szó. Ahogyne. Letekerem az ablakot az elektromos ablakemelővel. Nem tudom, mi látszik, mert a túloldalról nyomom. Szóval leengedtük. És most felhúzzuk. Remélem látszódni fog. Hát most jó lett. Ritka alkalmak egyike. 10-ből 11-szer nem szokott jó lenni. Most persze jó. Megmozdítottam, kicsit megmozgattam az üveget, hogy helyre tegyem. Próbáljuk visszamozgatni, ahogy volt. Rossz állásba, hát ha sikerül. Jó. Nem sikerül megmutatni. Lényeg a lényeg, ki szokott ugrani az üveg, és ide földülre csukódik. Ezt próbáljuk most egy kis VD40-nel orvosolni, bár látható, most nincs mit orvosolni, de hát, na, szóval eddig mindig kijött belőle. Mivel a szórófej nincs meg, ezért az a cső, ami belevaló, ezért most csak így dolgozunk. Csúnya meló, tudom, de... És akkor most azt várjuk el, ami eddig is történt, hogy jól csukódjon a cucc. De hát most természetesen a videóban jól csukódott. De eddig tényleg szar volt. 10-ből 11-szer. Na, próbáljuk ki. Jó, hát ez tökéletesen becsukódott. Nem tudok mit mondani. Jó? Ennyi. Ha nem csukódik, jó, próbáljátok meg ezt a VD40-es trükköt. Higgyétek el, jól be fog csukódni. Még ha előtte, most szintén jól becsukódott. Találtam egyébként valami furcsa petéket, de már leráztam innen. Oda voltak nőve alulra, sorba egymás alá, mint az alien tojások. Valami bogárláról volt bennük. Úgyhogy, hát ennyi. A kék eladása az eléggé brutálisan zajlik egyelőre. Elég furcsa hívásokat kapok, arról majd lesz egy külön videó. Szóval így kell megjavítani a nem jól záródó elektronikus ablakot, ami ide csukódik föl. Gyakorlatilag annyi volt a jelenség, amit nem tudtam reprodukálni, hogy valahol itt egy picikét kiugrott, és innentől fogva így elcsúszott, és errefelé ide fölülre záródott. Ezt elmetek VD40-nel lehet javítani, elképzeléseim szerint. Kipróbálom még egy párszor, hogy tényleg így van-e leföl tekerem, bár nem tudtam a hibát most reprodukálni. Természetesen. Az asszony a hányszor letekerte, neki mindig rossz volt. Nekem is első alkalommal jó volt, azt azóta soha. De most természetesen jó maradt. Találtunk még egy hibát. Mikor én megnéztem az olajszintet, megnéztem meg, hogy jó-e az olaj, meg ilyenek, a vízszintet nem néztem meg. Örültem a jelentős alkunak, hát ugye 70 ezeret lealkudtam belőle. Meg egyébként az autó tényleg patertnak tűnt, úgyhogy elkövettem azt a hibát, hogy a vízszintet nem néztem meg. De most a vízszint az olyan volt, hogy a tartály csontüres volt. Tehát egy szemhűtővíz nem volt benne. Beletöltöttünk tömény fagyálót, majdnem egy litert beletöltöttem, ennyi maradt a literes edény alján. Akkor volt maximum fölött. Na most a helyzet az, hogy jártunk vele, ugye, hogy légtelen legyen, és mára a minimumon volt a szint. Ami akkor, ha azt jelenti, hogy belement ugye, hát most belement egy fél flakon majdnem, tehát másfél liter. A minimum és a maximum közötti levegő lett volna esetleg a hűtőrendszerben, és ugye az
miután kilégtelenedett, még lement annyi. Az egy picit soknak tűnik, de jelenleg nem látok sehol vízfolyást. Ugye vízpumpa környékén szokott ilyen komolyabb vízfolyás lenni, de ott sem látszik. Szóval most a hűtő sem taknyadzik. Nem tudom, csöveken se látok itt, ugye nincs is olyan sok cső, mint a Skodánál. Tehát vagy valami nem látható helyen fogy el a víz, és a motor pedig jól megy, nem füstöl, tehát nem megissza a motor a vizet, mert ilyen mennyiséget észrevennénk, vagy tényleg ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok volt benne a levegő. Én számítottam rá, hogy lesz benne, azért töltöttem maximum fölé egy újnyival, de hogy ez innen minimumra lemenjen, az picit soknak tűnik. Most megint feltöltöttem maximumra, és megvárjuk, mi történik. Nem látszik alatta se csöpögés, passz! Egyébként gyönyörű ilyen rá, jár, klímáról nem tudjuk még, hogy mi van, egyelőre bekapcsoltam, eljutottunk odáig, hogy világít a lámpa, bár most megint nem fog, mert az előbb kapcsoltam ki, szóval ez valamit csinál, de igazándiból a klímahűtő nem lesz melegebb, itt bennem lesz hidegebb, lehet, hogy még van valami hőmérsékleti határ, nem tudom, és ez az ablak még egy kicsikét lassan megy, ezt fogom mindjárt kicsit még szintén bevédénegyvenezni, mint a másikat. Már lelkesebben is megy lefelé. Egyébként mondom, az autónak ennyi a baj, azt mondjuk, hogy fel kell ragasztani a hiányzó kárpitot. Gyönyörűen jár, gyönyörűen megy, pörög, csinál mindent. Nem karcos a műszerfal, mint az enyém. Szépen járnak a kezelőszervek. Váltó nincs elkopva, nincs kifényesedve. Kézifék szintén, ülés, patina. Tehát azt gondolom, hogy még mindig azt gondolom, hogy jó vételt csináltunk. Nagyon remélem, hogy ezt így is fogom a továbbiakban is gondolni. Puha, dudál, mindent csinálta, tök jó. Az autó kurvára rendben van, és még a rádió is szól benne, képzeljétek el. Bár nem tudom, hogy hogyan kell bekapcsolni, így, aha. 9. Felvételizel vagy tovább tanulnál? Még nem használtuk, én legalábbis nem. Ma volt a maradéliség vizsgán, tök jól működik. Ablakok is, tükrök is, faszat, itt tényleg rendben van, nem tudok mit mondani, nagyon el vagyok ájúva ettől az autótól, és mindig nem akar cserélni az asszony. Na hát, motorilag meg olyan, mint a svájci óra. Másfélszer gyorsabb a fénysebességnél, de kívülről nem látszik rajta, de tudja, amit egy hajónak tudnia kell. Én magam bütyköltem meg a motorját. Na hát, ezek az első tapasztalatok. Sziasztok!